Ha valaki kövér, akkor általában nem tud elég időt sportolással tölteni, mert hogy nagyon könnyen elfárad. Ha pedig nem tölt elég hosszú időt a sporttal, akkor nehezebben tud lefogyni. Tehát ez egy ördögi kör. Mi most megmutatjuk azt, hogy a túlsúlyos emberek hogyan tudnak kellő intenzitással hosszabb ideig sportolni. Krisztiánt most látva senki nem gondolná, hogy egy igen kövér kisgyerek volt. Gyakorlatilag testnevelés során, mikor oda került a sor egy futás, tanárul egyes és leültem, nem is mozogtam, a cipőfüzenek a végén már nagyon nehezen tudtam bekötni a hasamtól, hát azért 30 kiló feleslegről beszélünk szinte. Krisztián még évekkel ezelőtt is 97 kiló volt, és nem szeretett a tükörbe nézni. Ekkor úgy döntött, szüksége van egy olyan módszerre, amellyel rövid idő alatt lefogyhat. Egy 6-7 alap után kezdtem el észrevenni, feszesedik a bőröm, egy picit megtenne a drágnál is, nem annyira passzos, de félni a kis ujjam, van benne egy kis hely, és akkor így elkezdett indulni ez a folyamat. Akkor hétről hétre, két-három alkalom, ezek a 20-25 percek megvoltak, és akkor itt megy szépen. Speedbuddyzni gyakran járnak túlsúlyos emberek is, akik fogyni szeretnének, hiszen ez a módszer kíméli az ízületeket. Először kételkednek természetesen, 20 perc lehetetlen, hogy ennyi idő alatt átmozgassuk a testet és az izmokat főleg, és már az ízületeket terheljük. Aztán első alkalommal már meggyőződnek arról, hogy valóban elfáradnak a 20 perces tréning során, és egy ilyen 3-5 alkalom után észreveszik magukon a változást. 10 alkalom után meg már mások is jelzik, illetve a ruhákon is észreveszik a túlsúlyos vendégek, hogy bizony sikerül nekik fogyni. Krisztián annyira megkedvelte a speedbuddyt, hogy most már edzőként segíti mások fogyását. Bartók Krisztián énekes, nem fogyni akar, ő ugyanis az erőlétét szeretné fokozni. Szeretek konditermbe járni, szeretem a kardiós dolgokat, de működnek ezt egy iszonyatosan nagy előre, hogy egy nap ez csak 20 percet vesz igénybe. És végig szerintem hasonló az eredmény, tehát nem biztos, hogy kiváltja a súlyzós edzést, viszont amit én észrevettem magam, hogy egy kicsit kompaktabbá tesz, tehát hogy iszonyatosan hat a kötőszövetekre, tehát így kezdek újra, hogy megfeszesedni, mint megboldogult tínédzser koromban. Úgyhogy egy erejét próba volt, hogy lesz, ami lesz, de bejött. Az elfoglalt emberek, a művészek, zenészek szokták ezt a módszert még választani. Nekik nagyon fontos az, hogy 20 perces edzés, nem kell 2-3 órákat heti 3 alkalommal edzőterembe tölteni, mert nincs rá idejük. A gép stimulálja az izmokat és a mély izmokat mozgatja meg. Bartók Krisztián azt mondta, az edzésprogramnak köszönhetően eltűnt a fáradékonysága, jobb a kondíciója, és ez nagyon fontos a fellépéseken.